játékban még a GoPro is bepárásodott egy kicsit, de nem értem, hogy hogy mivel. Nem volt itt kint egész este. Szia Patrik gazda, hello, hello. Szia Liri, jó reggelt, hello, hello, üdvözlet. Gabó, Fobismat, cím, köszönöm szépen a követéseteket, így kora röggel. Sziasztok, üdvözlök. Bár mondjuk kora röggel, 8.32, azt tudom milyen nap van, hirtelen csütörtök. Hónapra 9, ó, 8.32, jó, hogy ránéztem az időre. Hónap, megnézzük az időképet, hogy van egy frissítés. Holnapra 9 minút mond, vagyis hát péntökre. Jó, most már 8-at. Nem tudom, eddig azt éreztem, hogy komoly mennyiségű esőnk lesz. Most nem tudom, most kezdek bizonytalan lenni. Nem tudom, volt valamilyen egy kicsit ilyen érzés, de most lesz eső. Ebből most lesz eső. Most úgy kezd. Olyan bizonytalan vagyok, de majd meglátjuk. Most nem akarom azt mondani, hogy de most már összeső. Most már nem tudom. Reméljük lesz komolyabb mennyiség eső, jó volna már. Szia Teki, hello, hello. Jó munkát, jó vetést, szia Cset. Szia Teki, jó régen láttalak már. Á, mondjuk el volt egy hónapja kövő. Még amikor kombináltam, azt tudom, akkor biztos. Tudom közben, hogy mit volt, de ja. Szervusz, Teki, mi újság, hogy vagyol? Hogy vagytok? Hogy vagytok, Chad? Sziasztok! Hogy telt a húsvét? Jó reggel, szia Peti! Üzlet nektek, néktek. Máma egyébként egy eléggé hosszú nap lesz. Éjszakában nyúlóan, úgyhogy nem mondom azt, hogy egy 30 órás live rekordöntés lesz, de aztán majd kiderül. Majd kiderül. Szia Bence! Szia T. Bence, szia Bence, 2K. Bali, jegőjel a Bali. Köszönöm szépen a jó munkakívánságodat. Neked csak Milán. Üdv, mindenkinek jó reggelt. Kriptomester, neked is jó reggelt. Köszönöm szépen a jó munkakívánságodat. Én is viszont kívánom mindenkinek, aki mai nap dolgozni fog. Mai nap során bármikor. Nagy klassz? Nem, még mindig a kicsi. Épp máma beszéltek egyébként bátyámmal, hogy azért basszus, hogy ilyen állandóan ezt csináljuk, hogy egy nap alatt akarunk elvetni mindent, meg olyan haladatlan. Mönni kéne egy 12 soros vetőgépet. Azt a nagy klasszra fődúrantan, azt akkor messze neked hagy szóljon. De hát igazából egy már egy 6 soros tempóval is jó volna haladna. Egy részt, más részt meg ezért is elég jól halad, tudnánk haladni. Már központi tartályos volna a műtrágya. Nem kéne egyszer megállni, tankolgatni. Már azzal nagyon jól tudnánk haladni.
mai terv szerint a tegnapit befejezzük, az olyan nagyságrendileg olyan 32 hektár körül, az egy 10 hektáros darab, azt hiszem egy olyan, nem is tudom mennyit vezettem el belőle, olyan majdnem 4-et, maradt ki abból 6, akkor azután meg izé van. Elmegyünk elég messzire, Csápatelekire, igen, az egy 10 hektáros darab az is. Aztán átjövünk, van egy hosszú 5 hektáros, van egy hát 10 hektáros, ami eléggé a mőba főd. Eléggé érdekes. Azokat kömök csinálni, aztán ha az kész, melyiket beszélt, melyiket csináljuk. Ja, szikáncs. Az meg 8. Ezeket akarjuk már majd terve vönni. Aztán majd látjuk, hogy ez belőle. Köszönöm szépen a követésed. Oroszkó, bocsánat. Oldalról több olyan vagy hiár, Jani. Hát csak a szöveg teszik. De amúgy nem. Hogy áll a házat, van tesz felújítással végeztek. Á, de hogy a két szoba kész, ahhoz most így elkezdtettek nálunk is a munkák. Nagyon keveset haladtunk. Na most a kőművesre várunk majd. Majd arra várunk. Most izé van, most be akarok vásárolni anyagokból, sóder, cementet nem akarok venni, az tény, de sóder, betonátitaló, majd beszélni szeretnék vele, majd hétvégén hívom, de most itt nem akarok, most egyelőre nem is akarom zaklatni, de majd meg a hűtnapok alatt nem nagyon akartam zaklatni, de majd beszélni szeretnék vele. Szia Attila, hello, hello, hozom a kávét, mert nem érek magamhoz. Ej, Peti! Úgyhogy így. Hát, hogy készen lenne egyszer az a szájba veszett baszott konyha, az lenne az első, hogy megcsinálnám utána az ígért tejfölös tojást, live-ot, kis főzőcskét. Csak az a baj, hogy most olyan nézés a konyha, hogy hát ott nem szeretném igazából. Szia, Szenerincs! Hello, hello!
Mindjárt jönk srácok, tankolunk, aztán lőzök. Most is az éjek között mondani, hogy bátyúndus. Igen, geci, nekem fontos. Mindjárt jövök. Jövünk.
Sziasztok, jó reggelt, hello, hello. Végre használhatom a traktor is. Liri, köszönöm szépen Szenerage-nek az ajándék subgiftet, hello, hello. Szenerage, köszöntelek a csordában. Alsó tartályban nem töltöttetek? Nem, mert abban tegnap töltöttünk 100 000 szöm kocsinként 100 000 szöm műtrágyát, kukorica vetőmagot, és pillanat, mindjárt fogytom, csak eszembe jutott arra, hogy gyorsan kell csinálni. Liri, nagyon szépen köszönöm egyébként. Még egyszer. Na, a nagy tartályban műtrágya van, a kicsikben starter, a hátsókban a mögőmben a vetőmag maga. Úgyhogy azért nincsen beletöltve semmi. Most azt gondolkozok, hogy jó reggelt, sziasztok, starter, az micsoda? Az egy komplex műtrágya, amit a növénynek ilyen plusz tápanyagot ad, és ez konkrétan a magra kell szórni. És hát ilyen starter, az egy starter, mert a növénynek az induláshoz kellő hát vitaminokat, tápanyagokat adja konkrétan. Mert a műtrágyát, a nitrogén műtrágyát teszünk rá, az kiégeti. 3,8-nál tartunk. Mindjárt kiszámolja nagyságrendileg, mennyivel vetünk. Bocsi, micsoda? Ez a monitornak a vetőgépnek a ellenőrzője, hogy itt, hogy mennyire vetnek stabilan az adott kocsik. Jelenleg ilyen körülbelül 63-64 ezerrel vet, azt írja a gép. Jelenleg valamelyik alacsony tűrés határ alá ment, nem tudom miért. Vagy a duplán szor, akkor fölfele ugrik, ha elhagy egy magot, akkor lefele, most 61 ezerre lement. Az az érdekes, hogy 69 ezerre van állítva, és így nem tudjuk, hogy mi a túró van. Na, üresbe tudtam.
tudom, hogy mi a túró van. Na, itt mindjárt megnézzük. Rászállom. Egy pillanat, srácok. Igen. Ugye, ezért mondom, hogy aránylag az FS az tükrözi a valóságot, de valahogy mégsem. Egyébként kriptomester, igen. Bocsi, micsoda, amit ott állít. Ez itt a vetőgép, ez a, egyébként a GPS maga, az meg a monitor, vagy a monitor, az a tablet, amiről olvasom a chatöt. Ott szinte arról megy a stream. Úgyhogy, ja. Ráellenőrzünk mögint, hogy mit ír. Nyilván nincs annyira precízen megcsinálva, például a vetőmag is egyfajta. Hát úgy van, a vetőmagok is közt is van ám különbség. Például ottan kukorica, az kukorica minden. Mert például van itten hú, az tényleg nem bírtam, nem, most nem tudom, egyszer nem jutsz egyén a számra, milyen vetőmagot. Lúpiákat vetünk, azt hiszem. De például mindegyiknek van silló kukorica, amelyiknek maga a sokkal nagyobb csűvet hoz, de annak hosszú a tenyész ideje, pont azért silló kukorica, mert ott van a csőre megy rá, és ott mert azt lehet vizesen is aratni. De például azt áru kukoricának el lehet adni ugyanúgy, csak akkor más lesz a nagyon nagy valószínűséggel, hogy vizesen kell azt majd aratni. De például mink azt hiszem egy 350 fau számú lúpiákot vetünk, most meg nem tudom így mondani, de beütném a Google-be, hogy lúpiák vetőmag fau szám. Fau szám az nagyon sokat számít egyes vetőmagoknál. Nem vártam meg, hogy mit vet.
nagyon sokat összik a traktor hektáronként, eddig a 20 pár hektár, amit így levetítettem, van. 6 liter együtt ki hektáronként, ami nagyon sok. Szerintem. Na mindjárt megnézzük, hogy most mit mutat. Most olyan szépen be van állva. Hát azt elhiszem, hogy nem. Na. Ott valószínűleg nem tudom mennyire látszódik itt a monitor. Itten fölugrott egészen nagy értékig. Valószínűleg ottan ilyen dupla szemet szívod a tárcsához. És megint oda szív. Ezért kell itten állítgatni, meg ellenőrizgetni. Ez a sor valamiért nagyon sokszor duplát ad a szív. A jobbról a második, meg balról az első sor, azok, amik ilyen kiugró értékeket mutatnak. Hát én már mondtam bátyámnak, lehet, hogy a teflont kéne cserélni maga a vetőelembe, mert ez 4 sor, ez tökéletesen nagyon szinkronban van. Ezek, amik állandóan eltérnek, én szerintem pontosan azért, mert maga a teflon kopott már, cserélni kéne. 68 ezerről kezdtük el a sor elején, most lementünk már 64-65 ezerre. Mondjuk most direkt lejjebb is vettem a fordulatot, egy 100-assal. Az 8 helyett 9-el mögyök. Tavaly például 10,5 km per órával vetettem. Tökéletes volt, de most valamiért olyan nagyon macerás igazából. De most aránylag sokkal egyenletesebben vetünk. Tavaly nagyon kiugró értékeket mutatott folyamatosan. Szoktátok permetezni is, vagy csak természetre bízátok? Bocs, hogy ennyit kérdezek, de még nemrég csatlakoztam. Kori, nyugodtan kérdezhetsz, azért vagyok itt, azért válaszolok, azért streamölök, hogy kérdezzetek. Én sem unatkozok, meg legalább ezzel tudok segíteni. Tudok válaszolni a kérdésekre. Igen, permetezni is szoktuk, kölgyomírtás, mert az a baj, hogy hamarabb följön a gyom, mint ahogy a kukorica kikelne. Érdekes módon, hogy érdekes az ilyen egyébként tényleg, mert a gyom az kikel, azt amint kikel, az kicsit jobban nő, mint a kukorica, akkor le is nyomja a kukoricát és képes megfújtani igazából, úgyhogy sajna ilyen ez. De igen, szoktunk permetezni, muszáj. Hát most annyi, amit rá akarunk most próbálni az idén, hogy próbálunk sor permetezni, hogy nem telibe fújjuk a táblát, hanem a sort kikapáljuk, vagy a sor közit kikapáljuk, a sort meg permetezzük, mert azt ugyebár nem tudjuk kapálni, és igyekszünk ilyen hát sávos művelést alkalmazni. Azt számoltuk, hogy több mint felit megsporolnánk, fele vegyszer elég lenne. Persze lassabban haladnánk, meg kéne egy sorközművelésnél egy kiszolgáló személy, mert a vizet, a vegyszereket hordani kéne, de sokkal koncentráltabb volna, sokkal jobb volna, akár mit tudom én, befogná az ember ezt a 50-valány hektárt, elkezdenénk átnyomnánk, átszórnánk, aztán meg lehetne nyomni azért a sorközművelést abba a pillanatba. Nem, van sor közművelő. Csak egy KSMK-nk van, de van. Ha hiszitek, ha nem, valám olyan cuccok, ami a sor közit is nyomja. Sor közit? Hogy sokkal sorközművelők közt is van ám
különbség, eléggé jó cuccok is vannak ám közte. Szia Csabi! Hello, hello, üdvözlet! Szép napot, jó napot! Amit tegnap küldtél, fel akartam volna tölteni, csak nem sikerült telefonról. Majd hónap. Hát ha. Hát összebírom hozni. Hát igazából hasznos. De hát ez is eléggé vékony, mert 4,20-as, 42 centi széles, meg azt hiszem elől egy 3,40-es van. Azt hiszem. Á, akkor jó van. De amúgy nagyon tetszik. Négy egész négy tized, 3,8-nál kezdtünk. Négy sort vittünk el. Hát 75 centi sortáv. A két sor közt 75 centi van. A vékony kerék igazából izénél fontos fordulásnál. Aló! Azért hívtalak, mert mondom, visszavettem a fordulaton. Azt mondom, ránéztem, hogy elkezdett 65 ezerrel vetni. De hát aztán itt 68-69. Aztán úgy beállt normálisan. Már följebb váltottam meg, hogy visszavettem a fordulatot, mert sokat öszik. De hát 1550-nel, most 1570-nel megy. De úgy... Hát igen, de... Na cső. Visszaálltunk a... Csak visszateszem. Centi. Lassan neki következni, mert ez nagyon meleg lenni. Vetésre alkalmas idő van ma. Fűnyírásra. Hát pontosan, pontosan. Már ma alkalmas idő van rá. Mondjuk a hidegbe is lehet, csak mink igazából úgy nem nagyon akartunk kapkodni. Mindjárt.
ezért akartam megnézni. Időjárás 11 fok, máma 18 fokot mond, szél nélkül, holnap reggel 6-ra meg jön az eső. Szép jó napot, szia Szecsi, hello hello. Néked. Srácok, egy pillanat kivetkőzök már, mert már meleg van nekem. Minden egyes ilyen zsípolásnál üzé van. Most például nem dupla szem volt, hanem mind inkább az, hogy egy nem bírt főszívni magot. Úgyhogy olyankor kihagyott egy valószínűleg. Hát Kori nem most igazából, most mint látod, most benne vagyunk a munkába valószínűleg. Máma is élősz. Hosszú műszak lesz valószínűleg, úgyhogy ha majd amikor kevesebb mezőgazdasági live lesz, akkor. Csak olyan érdekesen tört a fény. Hát majd lősz. Szeretnénk Gáborral folytatni a izét is, az Azerbajdzsánnal. Ez a Monaco nagyon nem gyűjt be nekem, ez régebben, őszintén mondva, a 2016-os Forma 1-jel nekem nagyon feküdt az a pálya, most nagyon, nem tudom, most hogy nem fekszenek. A régi kedvenceim azokat úgy, azok mennek, azokat szeretem, de ez a Monaco, ez valami... Hiába tapostam a féket egyszerűen, nem akart mögállni, nem tudom. De igen, Monaco nehéz, de régebben, nem tudom, Gáborral, az majd beszélünk róla, de régebben nekem nagyon jól ment, majdnem a kedvenc pályáim közé mentek, Time Trialba, nem azt mondom, hogy top 10, hanem tényleg egy top 10 ezredikök voltam, de nem tudom, sokszor mentem rajta, mert nagyon szerettem. Például Azerbajdzsán lesz a következő, amikor F1 2016-ba ligába versenyeztünk Gáborral, akkor ott is nagyon szerettem egyébként, nagyon jól mentem rajta, mutogattam neki trükköket, mondom, nézd csak, ez egy jó kis előzési pont, és láss család, tényleg azok is voltak. Nem tudom miért, de ezek az ilyen előzési, például Oroszországban is mutattam neki egy nagyon jó előzési pontot. Az ilyenek valahogy megszűntek. Biztos, vagy az autó konstrukció miatt, vagy én nem tudom, de tényleg nagyon jókat, ilyen jó kis pontokat mutogattam neki. Valahogy úgy akkoriban úgy ráéreztem. Valahogy ezek most nem mennek. Hát tényleg nagyon sok évnyi kihagyásom volt. Lehet, hogy akkoriban tovább folytatom, meg nyomom tovább, még ha nem is versenyszerűen, csak egy hobbi szinten versenyezgetők, akkor lehet, hogy ezek nem vesztek volna el, de valahogy ezek a pontok nem mennek. Idept, köszönöm szépen a követésed, hello hello, üdvözöllek. Figyelj, hát nem tudom, nyerhet, meg van rá az esélye, igazából ez ilyen kétség, ezt nem lehet ezt így megmondani, mert azért, figyelj, esős futam lősz, nem tudjuk, hogy az esőben hogy viselkedik a Ferrari. Na, majd legalább egy izének jó lesz ez. Jelenleg, hogy majd ott kezdeni a kombánnyal. Idept, szia, haló. Vince László, üdvözöllek. Szia, traktoros. Szia, László. Üdvözöllek. Hogy nyerje a Ferrari, hát figyelj, örülnék neki.
de azért nyerjen egyet Science is, de mondjuk nagyon elcseszt az előző hétvégit. Egyébként én úgy gondolom, azt szerintem, főleg úgy belegondolva, hogy Albon a Williams-el tizedik lőtt úgy, hogy egy utolsó körös kerékcserével, szerintem a Sainznak nem azt mondom, hogy győzelemre volt esélye, de például egy dobogóra lazán meg lehetett volna neki. Player Marci 2 és Kovboy 001, köszönöm szépen a követéseteket. Most Monaco, kedvencem nagyon. Folyamatosan vetem a sorkukoricát. Vince László. De köszönöm szépen. Jelenleg 6 sort húzok, úgyhogy mielőtt most kigyűjtem, lezsíroztam már így itt a ilyen mozgó elemeket igazából. Csak annyi csír dobjál be, amennyi szömet vetök hektáronként, szerintem leesne az állat. Nem, vagy ilyenkor kint a földön, vagy valaki más is ott van. Itt van bátyám is, itt van ő is. Ő, hát, kiszolgálóként, mint hogy a műtrágyát húzza utánam, a vetőmagot, a starter műtrágyákat ilyenkor, akkor megyek át Ábú P-be, akkor izé van. De ha maradtok, akkor majd látjátok, hogy hogyan megy egy ilyen tankolás. 100 bit per sor. Hát, benne lönnék Milán. 6 sor, 600 bit per sor. De még abba is benne lönnék. 100 bit per hektár. Szia Dr. Squall. Hello, hello. 100 bit per hektár. Az a baj egyébként a Donate-ba, a Streamlabs nem nagyon jelzi. Euró persze, hát az egy kicsi csak volna azért. Eltok. Nem, au, ja, ide tettem. Ó, tettem. Másik telefonom. Itt van. Az a baj, hogy nincs megcsinálva. Milyen letört a izé. Szétment a telefontartó, másokat nem szöröztem, eljötte. De a Streamlabs nem megy háttérbe. Ez igazából sajnos. Itt a sor vége. Menjen a hektár. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, Dr. Squad. Squall.
Jó reggelt! Havas Maci, köszönöm szépen egyébként a követésed. Jó reggelt, csó... Mi? Nem látom. Kiolvasni, mi van odaírva. Csókolom osztok, szia-szia. Na, ezt nem bírom, az a baj már ide főtudni, mert régebben ez ment így áttérbe. De hát ja. Hát látjátok, egy picit később indítottam el, azt már nem is jelzi például Dr. Squall-nak a 100 bitjit, de hát majd befrissül ez, most annyi. Nézges. Nem tudom, hogy lehetne ezt a így jól megcsinálni, hogy lehessen látni, de hát jó van. Na, egyébként Squall, köszönöm szépen tényleg a 100 bitöt, nagyon, de nagyon szépen köszönöm. A mai nap egyébként tényleg egy hosszú stream lesz, valószínű. Ezt keresem. Ezt fogadni mernék, bátyám nem hozta azét. A GCB-ből a tőtőit. Adtam már neki egyet. Mondom neki, úgy vigyázz rá, hogy hát, hogy vigyázz rá. Úgyhogy, ja. Mácsak kukorica lesz terítéken? Persze, a ragorc máma, csak kukorica lesz terítéken. Az is szép számmal. Mai a terv olyan 35 hektár ezen kívül. Ez egy 10 hektáros tábla. Starter van még. Az a baj, hogy nincsen ilyen visszajelző köbő, hogy hunt tart. Most például ott az a szélső, az még félig van. Úgyhogy még egy oda-vissza biztos, hogy elég lesz. De ja. De egyébként egy viccet félretélve nem az a célom, csak hogyha ha már valaki így a donéttal így hadalkozik, akkor persze én is elpoénkodom, de legalább utóbbi időben már Istennek azért volt eset, legalábbis errefele azért volt relatív sok. Hát itt igen, arra felé lehet, de erre felé nagyon relatív kevés volt. Sajnos erre felé nagyon relatív kevés. Ez is megteszi az jelzésnek. Martinka, köszönöm szépen az egypitöket. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Hát, hogy ez így meg... Hoppá, hát tőled ezt kimondolom. Azt kész, legalább látom így én is, ha nem esne lé. Hát, így meg leesik. Úgyhogy passz. Martinka, köszönöm szépen a bitöket. Az a baj, így még nem lehet. Meg nem marad meg. Akkor marad ez így. Oszt annyi. Köszönöm szépen, Martina. 4 bitöt. Egyébként én tényleg nem. Na, de srácok, kinek hogy telik a napja, ki mit csinál, kinek van jelenleg munkája, ki van melóba,
maradt két oldalú ragasztó, vagy a szikszalag, mindent megold. Hát az kéne, csak az a baj, ezt még nem akartam levönni, de azért még nem hoztam ki a telefontartónak a másik részét. Azt meg azóta is elfelejtettem igazából. De, ja. Majd szörzök helyet egy másikat. Ez olyan ritka jó itten ez a terep. Egyébként tegnap rágyittem ám arra, hogy ki volt, ki mondta, hogy ő nem szeretne úgy itten írogatni, de rágyittem, hogy ki az, aki volt. Nem ez is. Szia, szia! Üdvözöllek! Dani, nem akarom izélni, mert mondta, hogy ne mondjam, ha rá is gyűvünk, de majd beszélgetek vele, azt akkor majd lesz még ittem. A tegnapi srác, én rágyittem végül is utána. Én melóban vagyok kint a szőlőben, ma is még igazából egy szőlőben melózok, kötözzük a szőlőt napi 8 órában, az igen, azért az nice. És hadakozunk a kullancsokkal, az nagyon nem jó, az nagyon nem jó. Zseniális teknős, nagyon de nagyon szépen köszönöm. Nem ez isnek szánt ajándék subgiftot, nem ez is. Köszöntelek a csorda tagjai közt. Szia, szia, üdvözöllek. Köszönöm szépen, zseniális teki. Ezt még mindig elfelejtettem lehajtani, de jó van az. Hát még egy oda-visszát biztos kibír megint. Méter per. És van még. Azt hiszem, ne is mondd, kutyák, levisszük fél sétálni, és három az szép. Én az elmúlt két napban kórház is között rohangáltam. Ma sem lesz másképp. Feleségem várandós, bevitték, de még nem indul meg a szülés, így hazaengedik. Na, nem ez is. Gratulálok. Gratulálok. Azt hittem már egy hirtelen, ahogy nézem, hogy ez hirtelen rossz hír, de ez elég szép. Fiú vagy lány, szabad-e kérdezni?
Milán, nagyon szépen köszönöm, zseniális technősnek szánt ajándék, subgiftet, zseniális technős, köszöntelek 5. hónapja is most már a csordában. Liri, nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Fenét, bocsánat, 5. ajándék előfizetés is, 7. hónapja, zseniális technős. Biancának fogják hívni. Na, gratulálok! Nagyon gratulálok. Liri, nagyon szépen köszönöm a 100 bitöt, nagyon, de nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy elindítottad ezzel a hype-fonatot. Szokás azt mondani, hogy fiú vagy lány, nem érdekes, csak egészséges legyen. Ugyanezt kívánom, hogy egészséges legyen. Gratulálok hozzá. Könnyű szülést kívánok. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm, srácok. Tényleg nem ez is, gratulálok. Kettő tized hektárt csináltam meg. Körülünk. Ugyan már, de hát szép dolog is az ilyen kis lurkó. Lesz a neve. Gyönyörű név. Én egyébként nagyon sokáig szerettem volna, ha lányom lősz Zoé legyen. Nagyon sokáig ragaszkodtam hozzá, de most úgy valahogy elengedtem már. Univonat. Milán, befizetek én is egy hektára. Milán, köszönöm szépen. Zseniális technős, neked is nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Még bírok még egy oda-vissza tuti menni. Műtrágya bírja, az kevesebb, nem tudom, ti látjátok, ebben van még több. Hát igen, mert pont a sarkai olyan buzik, hogy kicsit lehetett volna ilyen laposabbra csinálni, de ja. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm, srácok. Akkor még 2 hektárt még biztos, hogy el kell, hogy vessünk. Sőt, 3-at, ha Liriét is beleszámoljuk. Sőt, 4-et. Most nem jut az eszembe, de a Squall-nak az a 4., úgyhogy máma. Úgyhogy ez a főd, Liri, neked csak Milán, vagyis Miláné, zseniális technősé és Squally ez a főd, úgyhogy remélem jó termés fogtok majd adni, srácok, lányok. Abba is van. Műtrágya nem lesz elég. Köszönöm a követésed Viktor, zsíros Viktornak. Hát ja,
Köszönöm szépen, srácok, a hype-vonatot. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Elment a vonat. Hát, mert nem nyomtuk, hogy a vonat nem vár. Ez nem eladó, ezt csak kibéreltétek. Haló, szia Kovi, rendben, rendben, jó munkát kívánok, hello, hello. Volat nem vár, az volt itt a baj, hogy nem nyomtuk be. Micsoda? Hát kitartást, Kovi, kitartást. Én mert maga az motivál, hogy holnap esőt mond. Az úgy okés. Az úgy okés. Nem, ez is szoktam látni, volt már, hogy csatlakoztam. Láttam, hogy itten Zsolti kezdte az egészet. Akkor is már csatlakoztam, akkor láttam, hogy F1-ezik. Én is volt már, hogy játszottam velük, volt is, hogy hívtak, de akkor nem bírtam menni. Egyébként én is F1-ezök. Szoktunk csinálni barátommal co-op karriert, meg szokott lenni itt nálam is F1 veletek. Mindig is csináltam, már ha bele gondolok, hogy az ötödik hétvége volt, úgy a nálunk, mert Monaco együtt, Azerbajdzsán, akkor már előtte is csináltuk, csak akkor nem csináltunk F1 veleteket, úgyhogy már nem az első alkalom nálam. Öttől nyomjuk ma is, ha minden jól jön ki. Hát most sajnos még annyira sincs esély, hogy csatlakozzak, mert én még öttől, hát úgy mondjam, hogy éjszakázunk is. Hát nem egy jó pálya, én sem szeretem. Épp az előbb meséltem a többieknek, hogy régebben mennyire szerettem pedig. Régebben nagyon szerettem. A 2016-os 17-esben. De a többiben már úgy nagyon nem. Micsoda, esőben is dolgoztok? Nem. Nem csak az, hogy a tápanyagokat elmossa a víz, hanem akkor ragad a kerékre, ragad a vetőgépre, minden csupa víz, esőben nem lehet vetni. Van az a mennyiség, hogy még egy picit lehet, de sokat nem. Ne,
elmegyünk még egy kört. 6,5. Vihart, arat, Antes kukoricát vett és csírt arat. Úgy van. Zalán, Paul, köszönöm szépen a követésedet. Szia, szia. Amúgy nem ez is, hogy megy neked a Forma 1? Én nem vagyok hű, de jó benne. Az őszinteséget megvalva. De amatőrnek sem mondanám magamat, aránylag jól tudok menni benne. Vannak kedvenc pályai, mint például az A1 Ring, Bahrain, Spa, amit nagyon szeretök. Izét nagyon nem szeretem. Szia Vektor, köszönöm szépen, jó reggelt, jó munkát viszont kívánom neked is, és köszönöm szépen. Úgyhogy így. Az szép. Igen, igen, Csongrád megyei vagyok. Az szép. Na majd igyekszek egyébként majd én is csatlakozni, majd szeretnék. Hát csak az a baj, hogy most beindultak nálunk a vetések, a munkák. Eléggé változékonyan tudok lönni helyükön. Tudom, hogy már kérdezték pár hete, de végül is kinézel majd a hódmezővásárhelyi állatényszerűs mezőgazdasági napokra május 5-6-7. Szeretnék, ha belegondolok, akkor ez 3 hét múlva. Azt kéne lehet, hogy izé van ilyen, hát nem ígérem azt, hogy live-ozok ottan, de ki tudja. Vagy live-ozok, vagy egy izét dobok ott össze, egy, kéne egy közönség talit. De azt is úgy akkor, hogy közönség tali ekkor, live meg onnan túl kezdve. De lehet, hogy kinézek, igen. Ajajaja, eléggé jó, most csak egy szíma, síma üveg. Pucok, köszönöm szépen a követésedet. Ki szeretnék nézni egyébként, de hogy mikor és hogy, azt nem tudom. Lehet, hogy két nap kéne kimenni, az egyik nap live volna, a másik nap meg izé. Liri egyébként, jaj, nem a parancsal van a probléma, csak valahogy miért így válaszként már nem úgy működik.
6-9 3 hektárt vetöttem el így. 6-9 Bluki, köszönöm szépen a követésed, hello, hello. Vetünk. Egy pillanat és gyűvök. Hopp, egy gombom elszállt.
lépek. Szonypú, szillag tikteket, további jó streamet, uram. Szia GMR, bár mondjuk már lehet, hogy nem hallod, de szia, szia. Üdv. Blukinak, meg Roli 17-nek azóta köszönöm szépen a követést. Mi jót csinálok? Egyébként kukoricát vetök. Eső. Az mag, ja. Starter műtrágya. Azbesz, nagyon, de nagyon szépen köszönöm a 3 hónapos elé feliratkozást. Ne haragudj, de nagyon-nagyon szépen köszönöm most ezt a... Nem értem, azt írja, hogy most 3 egymást követő hónapra fizettél elő. Ha ez így van, azt is nagyon, de nagyon szépen köszönöm, de a Twitch sokszor megkavarja ezt. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm a 3 hónapos feliratkozást, vagy a 3. hónapot, de mindenféleképpen köszönöm szépen. Egy olyan 40 kiló. Ez a 3. hónapja. Akkor azért, csak mert itt meg azt írja, 3 egymást követő hónapra fizetett elő. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Lehet, hogy lehetett volna kicsit messzebbre. Ezt majd beszopom. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm minden esetre. Minden esetre nagyon, de nagyon szépen köszönöm, Azbest. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mondjuk tudom, mivel basztam el azt a elfordulást. Diffit lehet, hogy nem ártott volna kikapcsolni. Mondjuk nem is volt benne. Most van benne. Köszönöm szépen, Milán. Elmondom, hogy kicsit összök egy pár falatot. Direkt kezet mostan most. Ennél közelebb, ha akartam, se volna, bírtam volna menni. Mi újság, Azbest, egyébként hogy vagyol? Ennyi. Nem nagyon. Így elférök, de majd kombányjal össz majd elmenni rossz mellette.
ennyi. Nem csak a melon szödik ki belőle, hanem az elektronokat is, mi? Szép lenne. Nem, egyébként viccen kívül mondjuk ezt a villanyvezetéket nem ütném ki, de már ütöttem ki véletlen. Ütöttem már ki véletlen villanykarót, de az izé, a mázlimra az volt, hogy az telefonvezeték volt csak. Bár mondjuk nem biztos, mert csak lehet, hogy nem magas feszkó volt, de mert ez az. Ez elég komoly. Aratunk egy kis elektront is. Ez olyan elektron, mint a... nézd már, Transformers-ba. Lehet, hogy így robotika van ott abban a villanykaróban, mi? Köszönöm szépen a követésed. Azt tuti? Ó, ez magas feszkó, ez nem bántjuk. Ha mindegy, majd kombányjal figyelni kell. Majd úgy csinálom direkt, hogy előbb elmék mellett, aztán könnyedén kibírjam kerülni. A párszor már összegyűrtem a kombánynak a hütyeit. Mindig a jobb oldali. Mondtam, megint duplázott, basznál meg. Azt már láttam. Lővillanyó. Na, várj, ezt mindjárt elolvasom. B. Jorci, köszönöm szépen a követésed. Én már láttam vidáman kidűlő villanypoznát. Nádaségetés után valami barom rágyújtotta. Felfrissüljön a helyet, hogy... Úramisten, bazd meg! Akkor volt ottan, bassza kurva isten! Az igen! Lőműzé, sötétség a szomszédos faluba, 9 hónap múlva mög, vagy hirtelen 100 szülésbe indul be.
néztem már ilyen dokumentumfilmet, hogy arról volt szó, hogy hát nem tudom milyen film volt igazából, csak a lényeg, hogy egy városba elment az áram, egész éjszaka sötétség volt, aztán 9 hónap múlva mit hány százalékosan mennyivel több szülés lőtt, mint azelőtt, hogy pont arra visszamenőleg 9 hónap múlva. Nem bírtak más csinálni az emberek, hát mit csináljunk, hát basszunk oda a rendszernek. Szia Csoki! Azok el. Jó is van az. Hát régebben, ha belegondoltok, faluhelyön miért volt olyan, hogy 9-10 fős család? Srácok, gondoljunk bele. Rendszer volt áramszünet. Akkoriban még áram sem volt a tanyákom. Mai napig ismerök olyat, hogy nincs áram a tanyám. Függ, hogy kit kérdezel. Hát az biztos. Az nem jó, nem tudnak streamet nézni. Az tuti.
Szia Misi! Rántott húsit! Szia Ápi! Rántott húsit! Gyúr, még köszönöm szépen a követésöt. Kéne találni, mi legyen a vacsora. Hát figyelj, kérdezd a csetöt. Jambaj, a kacsapocót. Arrest, na, lol, köszönöm szépen a követésöt. Ami nem bántja, majdnem kimondtam a hasad. Más mondtam majdnem. Rózsa Arnold, köszönöm szépen a követésed. Szia Dante, hasznos munkát, köszönöm szépen. Aresna. Trópusi mókusi. Szívesen egy nagy ötlet, gratulálok. Streamhez, eddig csak farming szemolától bagatettem. Gyurmi, örülök, hogy újdonságot bírtam neked mutatni. Maradj velem, azt legalább, ha fölmerülnének kérdéseid, szívesen válaszolok. Máma egyébként eléggé hosszú napunk lesz. Lehet, hogy éjszakában nyúlóan fogunk vetni. Úgyhogy igen, máma egészen hosszú hetős live lesz. Kíváncsi leszek, hogy a 30 órás live-ot megdöntjük-e. Aresennél könnyebb. Rendben, Aresen. Gyurmi. Marad egy kis sonka, húsvétval, akkor vagy egy kis krumplipüré volt csirke mellel, esetleg sült répa, édes burgonya, szintén lehet hozzá sült húsú, vagy cukkini. Ezek nem is rosszak. Nem tudom, most így gondolkozok, hogy mit tudnék én mondani, de én is az a baj, hogy eléggé fix étrenden szoktam lenni. Az a lényeg. Szeretném, ha így maradna, úgyhogy... Könnyű étel. Mondjuk nem tudom, mi számít könnyű ételnek. Húsos káposzta, annak számolt-e.
nálunk annyi volt, hogy még mindig van, pedig tegnap már sonkás tészta. Húsos káposzt. Hát akkor azt nem ajánlom. Töltött káposzta, akkor az si könnyű étel. Én ma főzeléket eszek. Toros. Hú, nálunk húsos káposzta. Hol kezd a sort vetni? Mármint hogy érte, persze, hogy mutatja. Hogy hol kell abba hagyni. Azért gondolsz, hogyha túl húzom, akkor erzáli, olyan nincsen. Csicskalángos főleg, mi? Nem, itt nem mutatja. Mutatni mutatja, az egyenest húzza, de ha kiérök a soron kívül, akkor azért az a baj, hogy nem zár el. Húztás tészta, lángos is nehéz. Nehéz, nehéz. Na most várjál, súlyra nézzük. Ezért, akkor pápi, ögyél húslevest tészta nélkül. Tiszta eléggé. Nem. Egyébként én a lángost, töltött lángost szeretek. Sajtosonkás kukoricás töltött lángost, de a sima fokhagymás jó, meg fokhagymázva, tejföl sajt, best. Kolosz ebből. Puliszka. Csáal. Szia Bruti! Szia Bruti! Puliszka. Valaki elmagyarázná, mi az a puliszka, mert fogalmam sincs. Épp tegnap beszéltük, itt volt Rike, képzeld el Bruti, hogy hát egy hét múlva lősz, egy éve, hogy berédöltél. Pont egy hét múlva lesz egy éve. Szia Bruti! Húzod arra tejjel. Tejbe gríz! Hát ebből nem lesz, max kukorica dara. Puliszka az a főtt kukorica dara. Főtt kuka, akkor tejbe gríz. Jó, csak itt búgzod arra tejjel. A puliszka az kukoricából van. Aha! Akkor kukorica tejbe gríz. Őszintén még sose kóstoltam. Kukorica dara tejjel. Vágesz! Hoppa! Kutya fajta puliszka. Hú. Hogy bírjátok az MTV szabadság ilyen nélkül? Már egy éve, az remek. Hát, ugyebár.
Ugye. Sok minden azóta eltette, jó Isten. Sok minden eltelt az úta. Sok víz lefolyt a Dunán az úta. Az volt a büntetés, hogy ezt kellett reggelizni. Három maradt. Az biztos. Mi újság egyébként, hogy vagy jó, Bruti? Ja, Istenem. Azóta legalább nem nyikorog a szék. Akkor napraforgót vetettünk, most legalább kukoricát. Biztos, ott nagyon tegde. Csak épp meg nem tapsoltak. De faszok, kicsit csendesebb stream nélkül, de nyugi van. Na, örülök, hogy minden rendben. Hát, hogyha nyugit szeretnél, akkor persze megértem. Nem hinném, az a baj. Nem tudom, hogy bezuhanna-e. De ez majd akkor derül ki a piackor. Nagyon így mi lucernának az árait, azt tudom, hogy mennyi. De nem biztos, hogy bezuhannának. Akkor itt az idén. Vagy kettő. Hát figyelj, az a durva, hogy egy éve, mondjuk ha egy év ezelőtt itt nézzük, akkor 4500-ért adtuk el, most meg ott van, hogy 10.000 forint körül mázsája. Nem hinném, hogy bárminek is lefele menne az ára, mert terítetlen a piac. Igazából ezzel a szárazságokat, ha belegondolunk abba, hogy nem nagyon, hogy mondjam már, hogy nincsen sok eső és szárazság van, így a lucerna se fog nagyon megnőni, kicsi lesz, úgyhogy nem hinném azt, hogy sok lucerna lenne az idén. Hát jó, persze ott van esett az eső, de hát itt a január óta 40 milli csapadék, ez lófasznak se elég igazából. Sajna. Illetve boronász is. Kaszász. Hát egyébként láttam már híreket, hogy nem aratnak, nem vetnek. Ott, ahol van jelenleg a harcok igazából. De láttam már itten Kárpátalja fölött, ottan közelibe. Egyébként ott ugyanúgy vetnek, aratnak, meg hát azt láttam, hogy a repcét például permetőzték, meg az ilyenök. Valamennyi mozgás van. Valamennyit biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy olyan évük, mint hogyha nem lenne harcok, vagy bármi.
elég szomorú az ilyen, de láttam, hogy ott mezőgazdasági munkálatok vannak, de az tény és való, hogy nem lehet összehasonlítani ugyanazzal, mint hogy békeidőbe lönne. Nem, most nem lesz ennek böjtje, majd jövőre. Valaki biztos, hogy nagyon lecsesztek a produkciót a MTV-nél. Még 7 percre. Abból már tanultak. Hát ez hatalmas volt. Nem értek én ehhez, csak... Várjunk, hányról indultunk? 6-9. 6-9. Hát el lehet vetni még ezt a sort. Inim, hello, hello, hány szem megy egy sorba? Számolod, vagy csak így csetelsz? Egyébként egy sorba nem tudom, hány szem megy, bruti. De ha nagyon kíváncsi vagy, mindjárt megmondja a gép, hogy mennyit vett éppen jelenleg. 69 ezerre van beállítva a hektáronként, 69 ezer szem megy be hektáronként. De olyan a vetőgép szerint olyan 65-64 ezer kerül bele. Valamiért csúszik a kerék minimálisan. Még valamikor nem, most jelenleg 64 ezer szömet vett hektáronként. Valamiért jobbról a második csaroszja, vagy a kocsi az vacakol. Vagy miért, azt nem tudjuk. Lehet, hogy a teflon tárcsa van elkopva már, vagy maga a... hogy hívják? Van egy ilyen kis műanyag kis lapocska, ami nem engedi oda hirtelen sok magot. Sok minden lehet, de annyira nem vészes a helyzet. Teflon tárcsa lesz. Szerintem is, bruti. Mindjárt meg is csináljuk. Tamagot vetsz. Fú, basszus, most várjál, mindjárt kinyögöm. Lúpják. Kitésmag, lúpják. Atommagot. Hát, hogyha atommagot kéne vetni, akkor már lehet, hogy nem élnék egyrészt. Másrészt meg, hogyha élnék, akkor meg már kőgazdag lennék, hogy itten hasadó anyagot kéne vetni. Opa. Ha nem streamelnél, akkor a meló eléggé monoton és unalmas lenne. Hát akkor valami Dáridót itten hallgatnék, vagy ha néznék valami filmet, tabletet elfordítani, meg lehetne azt ott igazából oldani. De tény is való, hogy egyrészt azért is kezdtem el így streamelni, mert eléggé unalmasak voltak ezek a hosszabb monoton munkák. Meg legalább akkor egy kicsit terjesztem a ágnak a zágat, hogy ilyen is van. Meg őszintén mondva nagyon nem láttam sönkidűsé, ilyen, hogy valaki, bárki is live-on a mezőgazdaságot. Teljesen én annó úgy gondoltam, hogy ez ilyen fú, ez full olyan dolog, hogy ezt még senki sem csinálja. Hát utólag rájöttem, hogy vannak már nemzetközi szinten más ilyen
streamerök német, lengyel, aki mai napig is ugyanígy ezt csinálja. Mondjuk a némettel találkozok sűrűbben. Az akác is hasadó anyag. Vessél azt. Hát voltak épp minden hasadó anyag. De persze, egyébként tényleg nem, ha nem streamelnék, akkor is itt ellennék igazából mással. Föltalálja az ember magát. Hat, kilenc. Nem tudom, hogy ez pont bög össze. Pont felébe van köbö a starter. Az tuti, Kovi. A WoW. Hát figyelj, ha azt nézzük, hogy ezékkor februárban a traktor megállt, mert a ezé kiakadt. A, hogy hívják-ja? Mindjárt mondom. Motorvezélője, és úgy kellett, hogyha úgy jött volna, akkor úgy kellett volna főprogramozni, hogy valószínűleg van benne mikroprocesszor, de ahogy a WoW elfutna egy rajta, azt azért azt nem hiszném. Egyébként láttál már gabonakört, vagy UFO kukorica felett valakinek, akkor neked illene. Hát pedig nem láttam még Kovi? Bruti. Pedig még nem láttam. Sajnos még pedig nem láttam. Furfangosokat ne kérdezz, Bruti! Még egy oda-visszát biztos kivír. Furfangosokat ne kérdezz, patkány már láttad. Patkányt már látod és nincs is földje, ezt nem értem, Bruti. Jönnek a patka csészahajjal, ja. Hát én még úgy vagyok, van ezt még egy kör biztos kibír. Nem mondanám egyenesnek. Ebből fogy ki hamarabb. Még egy oda-visszát biztos kibír. Patkány Attila.
mondjuk. Igen, igen, ma hosszú lesz. Már most is tart. Ameddig a kukorica tart. Mit akartam megnézni? Hát ilyen ez, Benny. Mint Márkizna. Éljenek melósok, nyomjad neki, legyen puliszkánk, sziasztok! Szia, Bruti! Szia, szia! Lősz puliszka, csak akkor te meg járd az esőtáncot, hogy legyen eső, akkor lősz annyi puliszká, hogy az nem igaz. Á, az biztos, én a GoPro-ba dugom. Reméljük lesz, hát remélem. Miért viszket ennyire a fejem? Azért csinálom ezt a harmadik sort, mert bátyám kért, hogy ezt csináljam már meg. Permetezővel nekem ez így jobb volna. Srácok, mindjárt jövök.
Lajos. Szia, Kovi, hello, hello. Nos, srácok, mindjárt küldök be egy képet. Discordra, fúj. Képek. Micsoda? Mondanám. Mit kéne mosni? Hápi. Hát meg... Az valami pók, földi pók. Láttam már nagyobbat is. Uaj, kirázott a hideg. Bassza meg, de utálom a pókokat. Az valami pók. Volt már egy ilyen lyukat láttam, bazd meg, és benne volt egy baszott nagy pók. Bátyám fotóztál, az csak a csápjai álltak ki. Úramisten, hideg kirázott, hogy mesélem. Azt azért arra várt, hogy menjen arra az áldozata. Fú, úramisten, csak belegondolok, hogy azt az ilyen buzi ugró pók. A faszom, már bocsánat, de... Egyel elrépkül, bocsánat, hello. Aki még otthon tartja akváriumba hobbiból. Hát jó, oké, de... Húrom, Isten, csak a liba bőrlöttem, csak belegondolok, te jó Isten. Te jó Isten. Újabb kör. Tartunk. Újabb kör. Vágesz.
Na srácok, én meg elindulok Torony iránt. Pil. A srácok, most megyünk közútra, úgyhogy most nem nagyon fogok tudni miről beszélni, mert nagyon nem löszítem mit olvasgatni. Földút van, addig bekapcsoljuk. Hát ezt elhiszem. Babóa, köszönöm, szia, üdvözöllek. Na, de srácok, tényleg így most búcsúzok, már nem úgy, hogy tűletek, csak úgy egy hosszabb időre most úgy nem nagyon fogok tudni beszélni, kimegyünk közútra. Annyi, hogy Fater hoz ki most nekem izét. Vándorlámpát. Hát hadsoros, úgyhogy nem tudom, hogy NG-hányos, de most ne haragudjatok, de most utazás van, úgyhogy most nem nézem a csetöt. Jó, fönt van Maxon, első hajtásként, majd találkozunk, majd, na itt leszök végig, csak nem nagyon fogok tudni csetöt olvasni, meg az útra fogok figyelni, úgyhogy most elmegyünk a legmesszebbik földbe, azt beszéltük.
Hello, merre vagy? Jó. Akkor ott a fődemnél álljál meg, majd ott találkozunk, mink is gyűjünk már erre. Hello. Bóci. Kö. Virágzik már a repce.
kelljen menni az útról, úgy bírtam megállni. Mindjárt jövök, srácok.
Na, várjátok valami jó. Újból fent.